Na, gyerekek, Zsírtévé jelentkezik élő adás 2017 sokadik hete. Talán nyár után is túl vagyunk. Nem a Zsírtévéről van szó, sem a csodálatos Bétáról. Nincs Isti Pisti. Hanem, gyerekek, gumikról fogunk beszélni. Itt láthatjátok, most voltam kint a híres Román Exen, és egy ilyen csodálatos Golden Tire-t sikerült a FIM GT16, itt lehet látni a típusát. GT16, mi ez? Ez egy Jarvis-féle gumi, a Prologon használta, zöld, illetve piros csíkos Golden Tire, múzos nincs belsőben, lehet látni, egy vakszelet, egy első kerék, egymenetes gumi, Jarvis-tól kaptam ajándékba, múzzal együtt. Általában az első múzos kereken az a hisztje, hogy kemények, de nézzétek meg ezt, meg fogom nyomni, gyerekek, bárhogy is nyomom, puha. Maga puha, a gumi keveréke is egy ilyen közepes, inkább puha felé menő sztori, bütyök kiosztása endúrós, és hát mentem már vele két menetet, Jarvis után. El kell mondjam, iszonyatosan jó tapadásom volt, más a világ. Golden Tire múz van benne, annyit mondok csak, hogy a múz 130 euró, és a gumi 100 euró, úgyhogy 230 eurót költ a Jarvis per menet. Én nem. Én használom, addig el nem kopik. Na, szóval folytatom a sztorit, Golden Tire. Első gumi, gyerekek, drága, de nagyon-nagyon jó. Következő, meg akarok mutatni, szintén én Sibiuban, ugye Nagyszebenben a verseny során sikerült egy ilyen gumihoz hozzájutnom. Az Golden Tire-nak nézzétek, milyen érdekes a mintája. Ilyen endúrós, inkább rally endúrós mintájú gumi. Silten Golden Tire. A típusa az a 110-118 MC és 64M. Ez egy kőre kemény telített köves, úgy mondják, hogy hardpack, telítés talajra való gumi, nem extrémen duró gumi, pedig arra is használják. Inkább egy ezberges följárókra, ahol nagy tempóval kell menni, arra használják. Ha már gumiról beszélünk, akkor megmutatom nektek a felhozatalt. Golden Tire, egyszerűen 6 Days, szintén 6 Days, csak ez puha kemény keverék. Egy speciális mitázt akarok majd bemutatni. Hátsóban, 18-ban szintén egy speciális sztori, ez a Dunlopnak a MX3S-e. Kopott Metzeler és kopott Rebel. Ha folytatjuk a bemutatót, szintén Golden Tire első Jarvis-szerű gumi, szintén kaptam ajándékba. Első kopott 6 Days, zsírúj Mitasnak a C12-je, jól mondom? Nem, C19, zöldcsíkos, puha, nagyon-nagyon jó gumi, és ugyanaz csak kopott állapotban. Na szóval, melyikkel kezdjük? Hát folytassuk akkor hátsó gumival, hát ott tartottunk, vagy rendcsak hátsóval tartottunk? Igen. Aki tartós gumit akar, mindenhova jót, mondhatom az úgynevezett MS3-nak az utódját akarja, az ezt a Geomax MX3-est javaslom. Miért tartós? Mert ha megnézzük a bütyköt, nagyon kemény, alig bírom elhajlítani. Aránylag sűrű oldalazója van, ami előnyös. Viszont nagy bütyöktávú közép nagy terhelésű bütyke van, ami nagyon jó sárban. A karkasz, szerkezet, megnyomjuk akkor, aránylag kemény, de nem puha. Oldal szerkezete is rendkívül erős, úgyhogy gyerekek, ez egy nagyon hosszú távú gumi. A bütykök, azokat mindjárt megmérjük, pillanat.
Na szóval a bütyök magasság az majdnem 18 mm, szóval nagyon szupersztár a sztori. Az előző Golden Tire-nak bütyök magassága 14, de hát szerintem ez inkább fémes jellegű lehet. Úgyhogy annak, aki ilyen gumit használ, tartós, az ilyen gumit javaslok, ezt a Dunlop MX3S pedig az Auner Budapesten tudja beszerezni. Megmutatom mindent újra. Félre is rakjuk a sztorit. Akkor nézzük tovább a Golden Tire-t, átbeszéltük, ezt is felrakjuk. Akkor jön a két szupersztár hátsó. Most a Messenernek van három úgynevezett Six Days, ez a 6 napos gumia. Tehát lehet egy Six. 6 Days, 6 napos. Extrém fémes, vagyis fémverseny használják. 148-18-as MCMS. Na, ami a lényeg, hogy a Metfeller kihozta ezt a gumit, hát szerintem már több mint 20 éve, lehet, hogy csak 15, és azóta két keverék típust állított elő belőle, ez a medium, ami azt jelenti, hogy már egy puhább változat, el kell, hogy mondjam, egy rendkívül jó forgásirányos gumi, de megmondom, hogy egy lehet látni a bütyök kiosztásból, hogy forgásirányos, azt jelenti, hogy elvileg csak irányba rakhatod föl, de megmondom őszintén, hogy össze-vissza használom és nem dob le. Ez a forgásirányos sztori elvileg azt jelenti, hogy ha rossz irányba rakod föl, akkor ezek a bütykök oldalazóval elvileg ledobálnak, de hülyeség. Aki ezt mondja, az be is kaphatja. Lesznek sokan, úgyhogy kapjátok be. Szóval a standarden kívül gyárt két típust, a mediumot, a softot, ez a soft, ez egy puhább karkasz, rendkívül erős oldal szerkezete van, rendkívül erős közép szerkezete van, lehet látni az előző rossz gumihoz képest puhább, bütyök is puhább, szóval ez nagyon jó, ez a gumi minden talajon, sárba, gyökeren, a homokba, mindenhol rendkívül jól fog, ezt mindenkinek javaslom. Egy probléma van vele, hogy kell tudni motorozni kis bütykű gumival, ez kis bütykű 13 mm-es fimmes. Mindenkinek javaslom ezt a gumit, drága, 23-24 ezer forint. A KTM Gödölőnél, a 1VD-nél megkapjátok ezt a gumit, jó áron. Nyugodtan hívjátok őket. Szóval ez a mediumja, ilyenre rakjuk. Már itt tartunk, rendetes rakunk egy picit. És jön a softja, ez a puha, ez egy új keverék. Ennek van az érdekesség, ha megnézitek, nézitek, milyen könnyen hajlik a bütyök, látjátok, olyan, mint a gumiszerű lenne. Ha megnézzük az oldal szerkezetét is, kicsit lágyabb, közepe is lágyabb, szóval az egész guminak a szerkezete puhább. Ilyen jellegű keverékekkel megy a Jarvis. Egyébként szóval ez egy Metzler Six-Day szintén, csak ennek annyi az érdekessége, hogy ez soft, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon puha a szerkezete. És kinek ajánljuk ezt? Annak, aki egy-két nap alatt hajlandó egy gumit kinyírni. Nem olcsók ezek a gumik, inkább kőre, nedves, köves, gyökeres talajra, és észrevaló motorozásra, ami azt jelenti, hogy nem forgatom a kereket, még el nem füstöl, hanem tapadásban megyek. Ritkán forgatom, de ha forgatom, megforgatom. Szóval lehet látni, hogy elég szépen bemegy a karkasza. Nézzük meg a másikhoz képest, ami itt van. Ez egy standard. Na, ezt már nem tudom, könnyen benyomni, látjátok. Ez a alapállapota. Ez pedig a puha. Puha. Kemény. És ez a közepes keverék. Ez már úgy könnyebben megy. Szóval közepes. Puha. És kemény. Szóval, aki tartós gumit akar, az választhatja szintén a standardet. Aki szupersztár és kövön megy sokat, és nem számít, hogy gyorsan kopik, akkor választhatja a puhát, de csak kőre. És ez a medium, mondhatom ezt, ez ilyen télkezdő
ősz végi állapotokat rendkívül le tud követni. Rendkívül jó gumi, gyerekek, megnézzétek a mintáját. Tipikus finn minta. Van egy széles sár kaparó, egy normális sárkidobó mintája, és egy tipikus finnes, széles bütyökkiosztás, amivel ugye az oldalazokban elvileg jó lenne, ami igaz is. Szóval félrerakjuk a metszelereket is. Ha ma itt tartunk, akkor megmutatom, így néz ki a kapott metszeler egy nap után. Utána tesz többet, van két nap körülbelül. Ezeket én olcsón meg szoktam venni, azt nem motorozom őket. Ez a kemény típus. És akkor bemutatom nektek, ez a Rebel, amit szintén nagyon ajánlok mindenkinek. Ez spanyol gumi. És el kell, hogy mondjam, ha megnézitek, hogy szintén finn mintás. Látható, na ebben van 60 üzemóra dokumizom. Szóval aki tartós, nagyon jó gumit akar venni, Rebel zöldsípus, hogy a gyerekek nem fogja megbánni. Itt lehet látni, hogy ez egy ilyen 60 órás gumi. Egy úgynevezett kétnapos gumi helyzet. Szóval Rebel rendkívül jó gumi, gyerekek. Tartós, jó tapad. Másik újdonság az a Mitásznak egy, hát tudni kell, a Mitásznak az a nagy problémája, hogy egy aránylag friss és kezdő cég, mondhatom a világon van három, talán négy nagy gumigyártó, akinek van neve, van tapasztalata, és tud gumigyártani, ugye az egyik a Dunlop, talán az első világon több mint 100 éves gyár, a Michelin, francia, szintén tudna gumigyártani, van a Metzeler és a Pirelli, aki ugye egy cég lett most már. És hát van a Mitász, amelyik egy európai, cseh, mondhatom, gumigyár, de még nagyon, hogy mondjam, kezdő típőben jár. Ez egy nagyon érdekes gumi, de mutatom nektek, ez egy 120, 98-as, 10, és az a típus, hogy Ice Soft. Az Ice azt jelenti, hogy jég, a Soft pedig az, hogy poha. Ennek az az érdekessége a guminak, hogy ugye nem fémes, és ha megnézitek, rendkívül magas, ez ilyen 17 és 19 mm közötti bütyök magasság. Oldal bütykei elég sűrűk, de ha megnézitek, milyen komoly kapálója van. Ez egy igazi sárgumi, ugye egy baja van, hogy ez egy Ice Soft puha keverék, hát majdnem olyan puha, mint a Metzelernek a bütyke, ha megnézitek egy oldalról. És a puha bütyköknek az a hibája, hogyha nagy gázon forgatod, hogy megkapja a terhelést, elhajlik. Tudjátok? Hogyha nagyon gyorsan forog a gumi ebbe az irányba, akkor a guminak a bütyke elhajlik, és nem éllel kapod meg a felületet, amit betapadni kéne, hanem blagiával. Akkor elmenni tapadáshoz. Szóval ez egyik hibája a puha gumiknak, és a nagyon nagy bütyöknek, hogy el tud hajolni. Ugye? Erről beszélek. Ugye, amit ha megnézünk, mint egy Metzeler esetén, vagy egy cross gumi esetén, nézzétek meg, ezt nem bírom, már hogy akarom elhajlítani sem, mert ez ott marad, vagyis ez tapad. Itt van például a Metzelernek ez a mediumja, ezt se bírom elnyomni, nagyon nehezen. Szintén a softját is nagyon nehezen tudom elnyomni, szóval hiába puha a keverék, látjátok? Mégis kemény a bütyök, nem bírom elhajlítani, vagyis ha megmarad a tapadásom nagy fordulaton is. A Mitászéknak az az egy problémája van, hogy ez a bütyök keménysége puha. Vagyis nagy fordulata, nagy gázon elhajlik a bütyök, a tapadásom elmegy. Szóval ajánlom a gumit annak, aki sárban, itt nagyon mély sárban motorozik. Az úgynevezett ilyen mondjuk 5 centis sár, és alatta kemény talajnál ez a gumi nem fog, mert elhajlik a bütyök. Szóval mély sárban, kövön szupersztár gumi. Mint mondtam, a hátrány, hogy nagyon puha karkasz, ami beszakad, átszakad. Szóval ezeket a Mitászféle gumiknak az egy hátrány van, hogy könnyen kiszakad az oldala, vagy akár itt középen. Egy Metzelerhez képest, amelyik nem szakad ki. Folytatjuk a sztorit első gumikkal. Itt az Arzenál. Az a Golden Tire-ben mutattam. Szerintem rendkívül jó gumi.
Ezzel megy a Jarvis. Ez a híres GT. 216X 90-121. Nem is X-es, bocsánat, GT16. Ezzel megy a Jarvis. Ez egy rendkívül jó, erős oldalszerkezetű gumi. Nagyon jó a bütyök elosztása, nagyon jó sárban, nagyon jó tapadást biztosít, és múzzal nagyon jól alkalmazkodik a talajhoz, lehet látni, hogy szépen behajlik, és mégis megmarad az ereje, bütykök nem törnek le. Itt, amit láthattok, az egy híres Metzeler, ez a Metzelernek, a Six Days-nek az első gumia. Ez egy nagyon-nagyon jó bevált gumi, aki tényleg egy mindenre jó, minden felületes, tartós gumit akar vásárolni, látszik, hogy jó széles a bütyök. Szóval ezt nehezen fogod letörni, nagyon jól tart old az a zsóban, nagyon jól tart sárban, nagyon jól tart kemény talajon is. Ez egy ilyet válasszon, a karkasz vagy szerkezet szintén puha, de mégis erős, ez tuti nem fog nektek beszakadni. Ami még szóba jöhet, az szintén Mitas. Mitas első gumikban kiváló gumikat gyárt. Ez egy híres C19 Superlight, ami azt jelenti, hogy zöldcsíkos, puha szerkezetű. Lehet látni, a bütyök könnyen hajlik. Megmondom őszintén, én ezzel megyek, ez egy aránylag olcsó gumi. Magyarországon szerintem lehet kapni. Igazán nem tudom, hol, én Romániából hozom. Ha megnézzük a karkaszát, akkor kemény, szóval az elpattog, ha kemény a szerkezetre mész rá, viszont a puha keverék miatt rendkívül jó tapadást biztosít. Ha megnézzük a mintáját, akkor szerintem nagyon kis, ilyen sündisnós, jó kis tapadós. A Metzler szízeihez képest hasonlítva, megnézitek, sűrűbb, de mint mondom, nagyon sokan szeretik a zöldcsíkos C19-es mintást, mert nagyon-nagyon-nagyon fogós tapadós. Itt mutatok nektek egy általam elkoptatott C19-est. Azért 110 kilós vagyok. Ezek a bütykök kaptak. Ezért lehet látni, hogy ezért vannak töredezve, de fennmaradtak. Nem szakadt le egy se. Ha megnézitek, kapott a pofájára. Ha megnézitek oldalról a gumit, akkor meg van kopva. Szóval azért ez rendesen le van koptatva. Be van kb. Egy olyan, hát egy ilyen 50-60 óra ebbe a gumiba. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenkinek, 99/21, és Mitas C19 Superlight. Nagyon-nagyon jó gumi, gyerekek. És végezetül Bitangnak a, hogy lássátok, hogy én mivel motorozok, hogy nincs kamu, mivel zsír azt mondja, hogy A-val megy, vagy B-vel megy. Zsír az, hogy is viákkal megy. Fémes gumival megy, mert nagyon biztos, hogy szupersztár nincs iszti. De Bitangot bemutatjuk. Szupersztár. Bitang azért Bitang, mert rossz. Ő a zsírnak a szerelme. 2T gyerekek, most 2T-be megy zsír. Kezelőszervek. És ha lássátok, hogy zsír nem csak bétás, van neki egy 525-je. Nem játék a sztori. És ha nagyon akarjátok, akkor be is röffentem, hogy legyen egy pici hangja, ne legyen annyira unalmas a sztori. Megnézzük. Hát ez nem béta. Várjátok. Most. Na. Nem akarja, papi. Nem akarja. Na jó, fejezzük be, gyerekek. Nem béta, béta. Megutasom nektek, hogy indul a béta. Tutis ősztorira nincs iszti. Hideg a motor. Kivesszük a hogy is hívjákot. Ennyi, gyerekek. Gyerekes IT búcsúzik. Nincs iszti. Full gázos.